Sziasztok, szép jó napot kívánok! A mai nap egy különleges nap a Mohácsi Kisfaludi Károly gimnázium számára, ugyanis megrendezésre kerül az első Schwab Olimpia. Az előkészületek a hátam mögött már nagyban folynak, és nagyon nagy szeretettel várunk minden versenyzőt. A Mohácsi Kisfaludi Károly gimnázium 2021-ben a Tokiói Olimpia évében Schwab Olimpiára invitálta a Mohácsi iskolák diákjait. A négy fős csapatok három korcsoportban vetélkedtek egymással. Arra kértük a résztvevőket, hogy a megjelenésükben is utaljanak a sváb hagyományok. Ehhez a különleges alkalomhoz különleges öltözet is dukál. Én ezt a régi mellényt választottam. És már érkeznek is a versenyzők. A Széchenyi iskola hetedikesei a Pacsker csapat tagja. Gyorsabban, magasabbra, bátrabban. Ez az olimpiák jelmondata. Ezek alapján a feladatokat három csoportra osztottuk. Okosabban, ügyesebben és gyorsabban. Mi is itt megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy minden csapat ebben a három kategóriában versenyezhet. Három tanórára összpontosítjuk a feladatokat. A táblácskátok, a csapatnév tábla mögött van egy útlevél. Arra kérünk benneteket, hogy ezt kövessétek. A gyorsasági feladatoknál a vízhordás volt a legnépszerű. A demizsonok azonban a vártnál lassabban teltek meg. A dióval teli szakajtó fejen egyensúlyozása még nehezebbnek bizonyult. Az utolsó kihívás itt a mocsárjárás volt. Jöhettek az ügyességi feladatok. Megvannak a következő, az első feladat krumpli hámozás lesz. De az is ilyet, az a lényeg, hogy minél hosszabb legyen. A krumpli pucolásnál és a magvak szétválogatásánál minden csapatnak megvolt a saját taktikája. A német nemzetiségi hagyományok ismeretéről is számot adtak versenyzőink. Schwab Totót oldattak meg, puzzle-t raktak ki, és magyar-német szavakat párosítottak. A feladatokat végzős diák segítőink magyarázták el nekik. Itt az lenne a feladat a játékosoknak, hogy kettő darab az ő kikárat, mint bőre. Átlagosan 40-50-60 másodperc alatt tudják kirakni ezeket a játékosok, úgyhogy szerintem nagyon jól teljesítenek, és pár csapattal meg szoktam kérdezni, hogy tudják egyáltalán, hogy mi ez az Ulmer-Schachtel, és egyes csapat egész sok mindent tud rólam. A blokkok közti szünetben egy kis büfével kedveskedtünk a résztvevőknek. Volt idő arra is, hogy kicsit beszélgessünk velük. Hányadikosok vagytok? És suliból jöttetek? Hat. Aha. Hányadikosok vagytok? Hat. És mi a csapat nevetek? Melyik iskolából érkeztetek? A Park.
Park utcával, és hányadikosok vagytok? Hat. Csak krumpli pucolás, hogy ment? Az is jó. Az is jó. Van, már leszettem az egészet. Fél méter. Melyik iskolából érkeztetek? A Boldogiziből. Hányadikosok vagytok? 8. És a nevetek? Hát, és ez mit jelent? Az nem a kéz. Utolsó állomásként a gyerekek egy nyelvvizsgán vettek részt, ahol arra voltunk kíváncsiak, mennyire ismerik a ma is használt sváb eredeti szavainkat. Majd elérkezett a nap fénypontja, az eredményhirdetés, ahonnan senki nem távozott üres kézzel. A helyezést elért gyerekeknek nyakába érem is került, és felállhattak a dobogóra is. A 6. évfolyam győztesei a Hozentrugli csapat volt a parkiskolából. A 7.-8. évfolyam győztesei a Pacskár csapat a Széchenyi iskolából, a 2. helyezett a Sufnudli a Mohácsi Kisvalódi gimnáziumból, és a 3. helyezettjei pedig a Pracli a Boldog Gizella általános iskolából. A 9.-12. évfolyam győztesei a 12. C. Schneider csapata, 2. helyet ért el a 12. C. Müller csapata, és 3. helyen pedig a 10. B. Meister csapata állt. Gratulálunk mind a 22 csapatnak! Hát ennyi volt az idei sváb olimpia, reméljük mindenki nagyon élvezte, és a versenyzőket jövőre is nagy szeretettel várjuk vissza!